mindenkinek. És ahogy látom, egyébként nem is húzzuk itt az időt, tehát már is a késkör fog elkezdődni, tehát minek itt lacafacázni, mondjuk az Faceit rendszer nem is engedi meg a sok csúszást, mert így ki van írva, hogy ha nem kezditek el 10 perc múlva, akkor leáll a szerver és szevasz, tehát azért van egy ilyen bizonyos ultimátum úgymond a csapatok számára, miközben itt a szurkálódás, ahogy látom, igen, már zajlik, és egyelőre jók a cserék így a magyar oldalon. Még egyszer mondom, nem kell megzavarodnunk a portugál zászló miatt, a szervezett zászlója van kint, amit nem is értek, hogy miért, de értem, szerintem a magyar csapatról van szó, ugye a felállása a magyar gárdának erre a mérkőzésre, The Farmer, Flash, Dead Fox, Zen, illetve No Fear. Még ugye a dán oldalon pedig éppen aki meghal, az nem más, mint Nico, és mellette Easy, Kirby, Pimp, illetve MSL is jelen van e csodálatos mérkőzésem. Mit gondolsz egyébként Mirázsról, ugye? Tehát Dignitásnak a legerősebb pályája. Van esélyünk rajta nyerni? Hát itt elég fontos volt a késkör, úgyhogy úgy gondolom ez nekünk nagy előny lehet, hogy a CT oldalon tudunk kezdeni. Ugye ezt válogatott mérkőzéseken, illetve a Kick, Rock, Volgár csapatok mérkőzésein is már megfigyelhettük, hogy itt Mirázson azért a CT-ben való kezdés az nagy előny szokott lenni. Én úgy gondolom, hogy ez megint egy kritikus takasza volt, úgymond a mérkőzésnek, hiába csak egy késkörről beszélünk. Hey guys! Hello! 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 Fucking noob! Go na, jó, most már a kikesek is üdvözlik a kedves nézőket. Hello. Itt, ahogy látom. Igen, én is azt ahogy hallom, itt No Fear is beköszönget a játékosok. Én közöként a hangot próbálom úgymond megoldani, hogy tényleg minden egy kiegyenlített legyen. Most a játékhang lett túl hangos, előbb te voltál, ugye nem hallható, azelőtt én voltam nem hallható TSN, tehát így most minden technikai hibát így reméljük sikerült kijavítani. Most betöltött már ebben a pillanatban a Faceit konfig is, ugye? Úgyhogy talán most már minden beállítás, konfigurációs beállítás a helyén van, úgyhogy el lehet kezdeni ezt a bizonyos mérkőzést. Nagyon sokan gyűltünk itt most össze, hogy szurkoljunk értelemszerűen a magyar csapatnak remélhetőleg. Sokan tettek tétet, úgymond a fogadó oldalakon is. A magyarok nagyon jó odzók voltak egyébként, most pont néztem a meccs kezdete előtt, hogy az igazi pénzes, vagy a valódi pénzes fogadó oldalakon ugye ilyen hatos szorzó volt azért, tehát $1-6 lehetett nyerni, ez nem olyan rossz pénzösszeg mondjuk. És szerintem azért nem ekkora a különbség, tehát egy 65-35 vagy 70-30, de nem ilyen 90-10, ahol pár volt, sőt még valahol még 10% alatt van ugye akik. Na de a pisztolykör már, ahogy látom, zajlik és pimp. Bekezd, mint dán játékos, és egyből megszerzed ember, mint a csapata számára. Zen tud időben válaszolni, de Pimp egyébként nem tudom, hogy körülbelül moziba, de már onnan aprítja a népet. Hát már kettőt ölt, és majdnem megöli a harmadik fregét is. No Fear is majdnem meghalt, egy HP-ba élt ezt most túl. És elfoglalták közben a Dignitas játékosai, a bélerakót, Flash is kiszorult most már, és ahogy láttam egyébként, hogy fel is adtuk volna ezt a pisztolykört. Mármint nincs defkitünk, és így, mintha exitfelekre állnánk már most is fel. Tehát egyedül Flash próbálkozik itt még a boltból megérkezni, de többiek azok úgy ilyen nagyon lassú tempóval, mindjárt meg, hogy meg is hal Flash, igen, Nicole jött meg oldalba, és gyakorlatilag innen is buktuk ezt a pisztolykört. Igen, hát mondjuk kimenteni való az van, mert Zennél ott a kiske van, Ophirnél a 5-7, még Flash is kimentetett volna egy incendiárit, illetve egy Flash-t, de hát nem tette meg. Viszont Zen tud egyet exitelni, bár fura ez pisztolykörben, Dani, de hát megtörtént. És érdekes volt, mintha a visszafoglalásra játszottunk volna eleve, tehát ugye beengedtük B-re a terroristákat, de amint Pimp kiszedett két játékosunkat ott középen, gyakorlatilag megsemmisült a visszafoglaló brigádunk. Tehát ugye onnan zártunk volna át nagyon gyorsan a boltba és keríteni vissza B-re, de nem sikerült, mert Pimp közbeszólt, és úgy gondolta, hogy onnan majd megakadályozza itt az eseményeket, és jön is egyből a force körünk, meg is vettük a CZ-ket, illetve az egyéb pisztolyokat, úgyhogy ezzel próbáljuk most megállítani itt a dán arzenált, bár elég erős egyébként, megvették a galilokat, illetve az AK-kat, nem aprózák ezt el, tehát nem a kis SMG-ket, hanem a rendes gépkarabélyokat vásárolták meg. Igen, én itt leszámít, ha mondhatjuk, hogy mindenki megvette a nagy fegyvereket. És Easy az éppen, aki konnektorban már jön fel, és jól sejti, hogy The Farmer itt van a füstben, de egyelőre még csak prefire-özget. A boost közben egyébként No Fear-t kapják majd innen, lehet el. Nikóra nem számít, ott van fel a doboz tetején. Nagyon szép taktikai meglátás volt ez most a dánoktól, viszont Zen közben leszettek Herbite, és lehet szeretett magának innen egy Galilár típusú gépkarabét. Flash a CZ-vel, majd The Farmer is a CZ-vel. Nagyon szép egyelő a Forsker a kik számára, és ott van benn planton még Dead Fox, aki két fejlövéssel gyönyörűen lehozza a Forsker számunkra. Meg is van az 1-1.
nem hagyjuk el menni a Dintaszt, és most, hogy megvették ugye ezeket a nagy fegyvereket, az AK-kat, ahogy te is mondtad, illetve a Galilokat, nem maradt már pénz, még nagyon a Kevlar Tech 9-esre se. Éppen, hogy meg tudják, mivel egy gránát nem nagyon lesz hozzá, így van, kettő játékos gránát nélkül jön majd, tehát azt a füstös A berohanós kört nem tudják így megpróbálni a Tech 9-esekkel. Muszáj egy füst ugye középre dobniuk, talán egy marad majd CT-re, remélhetőleg így azért nagyobb esélyünk lesz. Ki is hoztuk egyébként a fegyvereket, tehát azért Nofear-nek és Zennek azért maradt valamennyi pénze. Ja, dobtak a társaiknak elnézést, itt The Farmer és Flash büszkélkedhet egy kicsit több pénzösszege, miközben csak megpróbálják ezt az által a dánok. The Farmer pénzgyűjtési akcióját kezdhetni itt most meg a MP7-esre, plusz 600, plusz 1200 Máris a zsebében. Még az 1800 is meg lehetne, de nem sikerül. Csapattársinak kell segítenie így most. Ézi még ott van, még mindig a füstben, ott kószálódik valahol nagy nehezen, Dead Fox célkeresztjébe belefutott azért, és most Pimp egyedül 25 HP-val próbálkozik itt valamit összehozni még egyedüli dán játékosként. Az AK ott van a kezében, hát már nincs ott, a földre esett éppen le. De szép kő volt megint ez, ahhoz képest a Dintas be tudott jutni állerakóra gyakorlatilag, már ott voltak a plant hely mellett, a zóna mellett. The Farmer végül 20 töltényből is leölt két embert. Kezdtem aggódni, hogy lehet újra kellett volna tölteni az MP7-est, de végül 20 töltény is elég volt. Így van, és ez tényleg fontos volt megjegyezni, hogy kicsit magabiztosabban vághattunk neki ennek a harmadik körnek mi. Ugyanis, ahogy mondtad, ki tudtunk hozni, illetve három fegyvert is a második körből. Viszonylag magabiztosan le is hoztuk a Forzvá elleni kört, most full eco ellen tehetjük meg ugyanezt. Farmer mondjuk kicsit megsínylett egy pár harcot, 35 HP-ra került, de az entry az ideje korán megvan, és úgy gondolom, hogy itt a P250-ek glockok ellen nem is lesz nagy kihívás lehozni az újabb kört. Úgyhogy a bukott pisztolykör ellenére utána sikerült forgatni a Forzvájjal, és végül is mi voltunk azok, akik az iskola köröket elég szépen lehoztuk most halál nélkül a jelenlegi kört. És akkor most jön a nagy bevásárlás a Dignitas részéről. A nagy shoppingolás most elkezdődik, hogy te is megfogalmaztad, az AK-kat megint megvásároltál, de szerencsére Nikó kezében nem jutott AWP. Dead Fox azért középen valamilyen szinten előnyben lesz, bár mindenki oda fog bemenni. Dead Fox, aki nagyon jól fregelnie, de végül mellélő, és eltalálják őt egy AK tölténnyel. Talán majd visszanéz, meg van a vakításnak köszönhetően MS-el. Majd kinéz egyébként Nofear is, de nagyon gyorsan meg is halt. Viszont a bomba a semmi közepére került be. Így Zen nagyon jó pozícióban látja, és szerintem ott a bombát a füst mellett. Most fogják majd fölvenni a dánok a C4-es robbanó szerkezetet, miközben Dead Fox mindig véd egyébként csapattársát átkötőbe ezúttal. Érkezik majdnem a következő áldozat is, de végül nem vált áldozattá. Ha jól láttam, Ézi. Nikó pedig gyakorlatilag belefutott Zen célkeresztjébe. Nem is értettem ezt most a dán játékostól. Zen közben lentről próbálkozna freget szerezni, de nem sikerül számára. Pimp, aki most Dead Fox közben füstön átöli meg Ézit. Nem tudom, hogy lehetséges ez, de azt a mindenit, szép lövés volt. Dead Fox füstön át kinyír egyet. Majd The Farmer nem annyira pontosan, de kicsit pontatlanul sorozott, de csak meg lett neki Pimp dög célulája. Ez egy 4-1, de ami Dead Fox művelt az AWP-vel, 3 frag, mondtam, hogy előnybe lesz, mert nincs ellenfélnél ugye AWP, de ettől függetlenül brutálisan játszott most a magyar. Igen, ez egy kritikus pontja volt most, hogy ugye nem volt vetélytársa egyrészt, másrészt pedig elrontották a Cinema Smoke-ot, a ték. Dead Fox egyik csapattársa részéről pedig kapott egy nagyon jó támogató flash-t, ami után ugye kinézett és meg is lett az entry, most MSL az, aki kinézett apartmanban, és kiosztott Eagle-lel egy hitet. Mi Dead Fox is egyébként kapott egy lövést, tehát 28 HP-ja majd Dead Foxnak, őt is eltaláltam, és nem tudta megölni. Igen, kétszer is előtte Dead Foxot minden, amikor cinemában píkelt, de szerencsére túlélte, ez viszont már nem, bár hiába lett volna 100 HP-ja, így is úgy is kapta Ézitől a fejest. De ennek ellenére mindig vissza tudunk fregelni, úgyhogy valószínűleg meg lesz ez a kör is. Mondjuk azt nem kéne engedni ezt a plantot, és Zen dobozon keresztül le is sprayeli Kerbyt. Úgyhogy az 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 maradt 1v3-ban, aki felvette Dead Foxnak az AWP-jét, és most hát Zen mellélő szendvicsből. Két halállal meg lett ez a kör, és most Zen volt az, aki 3-at tudott lőni. És Dead Foxon egyelőre elég szépen el is húztak, ami a fregeket illeti. Illetve a kick is elhúzott most már 5-1-re. Nem mondom, hogy olyan nagy a differencia, mert mint tudjuk, ugye egyelőre csak egy pullos fegyveres körön vagyunk túl.
De azért bukott pisztolykör után most 5-öt hoztunk egyhuzamban, ami nagyon szép. Na most van az ugyebár, amit már az előbb próbáltunk előidézni, ezt az AVP párharcot. Nikó pikkelni tudta. Meg is nézem, hogy merre nézeget. Ő most palotában van. Cinema felé néz, és Dead Fox éppen érkezik fel lépcsőn, itt el is kaphatja Nikót. Itt lesz egy AVP párharc, ahol a kick játékosa tudott felülkerekedni. Apartmanból érkezik még egy játékos, illetve konnektorból is, erre nagyon kár, hogy nem figyeltünk. Cinemából senki nem tartotta le midet. No Fear későn tudja csak visszalőni MSZ-t. 2v3-ba vagyunk, ember viszont... most ember hátrány lett. Bár kerül, illetve easy. Alacsony HP egysége rendelkezik, kerül meg is fog halni attól a hektől, illetve Farmer is közben tud egyet fregelni, maradt Pimp. The Farmer tudja a pozícióját, 1v1-ben vagyunk, itt csak szépen kell egyet fékelni, és utána meg kell ölni Pimpet, aki most már okát vett fel, de micsoda reakcióidő. Farmer, aki utána még egyet fékelt, és csak utána ölte meg Pimpet. Ez eszméletlen volt most. Próbáltam mondani ilyet, vagy jelezni, hogy jön hátulról a Farmer, ugye be is kerítette őket, egy játékos megölt, majd az utolsó végjáték itt, ugye, hogy leszette Pimpet is onnan állványzatról, gyönyörű megmozdulás volt most ez a magyaroktól. 6-1 az állás, a Dignitas a saját pályája nagyon szenvedősen játszik, ahogy mondtam egyébként többször, hogy ez a legjobb pályája a Dignitasnak. Volt már 14-1-es, 12-3-as félidő, amikor a CT oldalon kezdett, de terroristaként mindig is szenvedtek ezen a pályán. Nem is olyan régen egyébként, a Copenhagen Wolves-szal 14-1-et védtek a Dintasosok, és 15-15 lett, egyszerűen egy kört támadtak, azt hiszem, terroristaként, vagy lehet, hogy 13-2 volt, és kettő kört támadtak, de a lényeg az, hogy nagyon keveset tudnak támadni, ami nagyon gyengén, és most No Fear fog kinézni közben röviden, nem tudott kettőt lesorozni, sajnos csak egyet, de még a csere így is jó. Az a probléma, hogy közben már AZ is ölt egyet így, azért az emberelőny megvan még a Dintasnak. Ha Flash itt most kinézne, kicsit bátrabb lenne, akkor lehet elkapná ott MSL-t, illetve AZ-t is még. Jön majd egyébként Pimp is most már patkányból, és van MSL meg is van Flashnek. AZ is meg lehetne még ott, most kéne visszanéznie még Flashnek, dob még egy heget Pimpre, viszont a Fish miatt már nem fog látni senkit, úgyhogy itt egy A-offenziának lehetünk szemtanúi. The Farmert végül AZ lépcsőről szedi ki, hiába kezdte el lőni Kierbyte. The Farmer nem tudta már befejezni a fregelt, Zennek kéne pontosan fregelnie, így is van. Már csak egyedül AZ maradt, illetve most kettő kill-el már a körben, le kéne klatcsolnia ezt most. Négyet kéne összetetben ölnie, Flash meg tudja még talán ölni, igen, látta már sajnos, hogy felment lépcsőre, de végül Zen befejezi nagyon a kört. Rossz volt mondjuk a keresztbefogás itt Zen, illetve Flash jobban is járhatta volna, ugye tudták, hogy Sandwich körül járkál a terror játékos, de végül meg lett. Megint 2v3-at hoztunk, akárcsak az előző körben, úgyhogy megmutatjuk, hogy ember hátrányból is megy nekünk. 7-1, hát ebből lassan egy 8-1-ezés lehet. Ugye, Dead Foxnak megint ott van az AWP a kezében, miközben Nico ugye nem tudja rávenni, mert ez a 3400 dolláros bónusz, ez nem elegendő arra, hogy full setet vegyen ugye, még a VP mellé. Nagyon gyors offenzió közben, már robbannak is be a terroristák állára, akkor a füstökkel kizárták a CT-ket, és MSL-t egy hatalmas hozás, de Pim segít be végül MSL-nek megölni The Farmert, és végül is így ez nagyon gyors állerakó hely elfoglalás volt. Gyakorlatilag 10 másodperc alatt már Dintasz kezén az állerakó hely, és per pillanat, hát csak hullanak a CT-k. Tehát gyakorlatilag úgy néz ki, itt van a Dintasznek a második köre. Nagyon gyors, agresszív támadás volt, berobbantak, és te ez a gyors rohammal gyakorlatilag kizárták a CT-ket. Ahogy mondtam, az a két füst, és kész, nagyjából ennyi volt. Tehát... Igen, gyakorlatilag Mirázsan ez az egyetlen taktika, ami, hát nem azt mondom, hogy kivéthetetlen, de nagyon nehezen lehet kivédeni, mert elfüstölték ugye tényleg lépcsőt, elfüstölték jungle-t, elfüstölték CT-t, sehonnan nem tudtuk letartani a pozíciókat, berongyoltak öten, és onnantól kezdve, hogy lekerült a bomba, már gyakorlatilag esélyünk nem volt, mert az öt terror játékos felvette a pozícióját, ahol nem volt füst, azt szépen letartották. És ha megnéz... És hát szétfregeltek minket. És ha megnézed közben, hiába nyertünk mennyi, azt hiszem 7 kört egy húzamba, igen, 7 kört egy húzamba, nincs egyszerűen sok pénzünk. Tehát ugye mindig ilyen 1v1 volt, vagy 2v2, tehát nem az, hogy minden körben ugye öten éltél túl a kikoldán, és most erre akkor még van pénzünk, ez jó, de ha ezt is elveszítjük most, akkor lehet, hogy egy ilyen force bite kell majd eszközölnünk, vagy éppen echo kört, meglátjuk, mit szeretnének majd. No Fear közben valószínűleg meg fogja ölni AZ-t, de kár érte, hogy AZ még tudott előtte ölni egyet, az AWP-s játékosunkat szedte ki. Ez kicsit jobban is sikerült volna. Zen jó helyre tartott, csak
kicsit korán, kette jönnek majd onnan patkányból, és ezen az AWP-vel rátartott ugye az érkezőkre ott. Nehogy véletlen bekerülje őket most hátulról már, mint ugye a terroristák zenéket, mert egyelőre onnan jönnek, mindjárt meg is érkeznek patkányból Zen. Egyelőre a palotát nézi, majd most fog talán visszanézni, éppen hogy el tudott menni onnan, és az AWP-vel viszont mellé lő, így megint a terroristák javára dől el. Itt ez a frekváltás. No Fear közben érkezik már CT kezdőről. Dobják rá mondjuk a heget, illetve a vakítókat, úgyhogy megint egy visszafoglalási helyzet, de megint reménytelen szerintem ez a szituáció itt most. Jávon, de itt látszik, hogy nem próbáljuk meg, ugye? Igen, ez egy exit fregelésre lesz majd megint a játék a kiktől. Lehet, hogy azért egyébként, amit mondtam a kör elején, hogy nincs mások pénzük, és az a két fegyver azért pont jó lesz arra, hogy legyen még egy full settünk a következő körre, és majd csak aztán kellene kózni, hogyha ugye nem nyerjük meg a következőt. Sőt, biztos is, mivel ha megnézed most az összegeket, akkor ugye most van két fegyverünk, Death Fox tud majd dobni egyet, illetve lehet, hogy magának is tud majd venni egy famaszt, tehát bőven lesz ugye egy full setre pénzünk. Bár AWP, ha csak nem Death Fox megveszi magának az AWP-t, és akkor nem dob. Igen, valószínűleg Death Fox AWP-t fog venni magának. Nézzük, megvan a 3 M4-esünk most már. Death Foxnak kéne dönteni, igen, hogy dob fegyvert Zennek, vagy egy AWP-t vesz. AWP-t vett végül. Igen, nem marad a CZ-nél. Ezen ugye csak egy CZ-t kapott, hogy lehetett volna egy famaszt, M4 talán kijött volna, vagy két famaszt, vagy valahogy meg lehetett volna oldani, hogy legyen mindenkinek fegyvere, de így inkább az AWP-t választotta. Mondjuk nem tudom, hogy miért nem veszi Nico egyébként kezébe az AWP-t a túloldalon, bár mondjuk minek vegye, most nyertek két költ egy huzamba, minek változtatni úgymond a győztes taktikán, tehát az 5 AK-val is megy, vagy éppen ugye egy M4-essel most ugye Nikónak a 4 AK mellett, de a rövid offenzíva, ez a B-bekerítős taktika megint jó lehet egyébként a Dintasznál. No Fear van nagyon jó pozícióban, egyeset tud fregelni, nagyon nagy hiba most ez No Fear-től, de viszont nem tudják őt elkapni, így viszont bejutnak B-lerakóra a terroristák, és No Fear is még életben maradt, de az a probléma, megint elfoglaltak egy lerakót a terroristák, és nagyon nehéz visszafoglalási helyzet előtt a Kick eSports csapata 4-4 ellen. Hárman jövünk boltban, nagyon rossz ugyanis, mindenki körülbelül boltra tart rá, egyedül Zen jön majd hátulról, de hát pont a leggyengébb láncszemünk, a pisztolyos játékosunk érkezik hátulról. Miközben kiugrunk a sarokban lévő Nikóra, egy-egyes serével megúsztuk ezt most. No Fear duplázik-e közben, ez így nagyon szép egyelő. Jön Zen közben hátulról a CZ-vel, mit tud vajon tenni, nem lát senkit. Pont rossz helyen ugrott le, a másik ablakon kellett van kiugrani a diffúzó játékosunk, meghal, de lehet diffúzolni még a bombát, van diffúz kit Zennél, le kéne gyorsan szedni a Ézit, de nem tudja leklácsolni ezt a kört. Zen most itt, ha ott az a diffúzoló játékos sikerül megmentenünk, ugye, tehát ha nem bírják leszedni, akkor még meg lehetett volna a kör. De utána reménytelenné vált, és Echo körfog, tehát jön, amit mondtam, elfogyott a pénz a Kick eSports csapatánál, nincs már több pénzünk. Többen írjátok közéken a chatten, hogy miért van portugál zászló, igen, ezt már jeleztük mi is, magábbis én is, hogy a Kick zászló értelmszerűen magyar, csak valamiért portugál zászló van kirakva a játékon belül. Értelmszerűen a magyar csapat mérkőzéséről van szó. Ja, ugye ezt a pályát sikerült tegyük föl megnyerni a Kicknek, azért utána saját pályájuk Cobblestone jönne, és azt tudjuk, hogy a Dignitas azon még rosszabbul játszik már, mint úgyhogy kéne legalább egy mirázs győzelem. Ha 16-14, akkor 16-14, ha 16-5, akkor 16-5, csak legyen meg a mirázs győzelem, ez a lényeg, tehát minél egyszerűbb, annál jobb ez a, hát ez a antikok kör, nem is akartam annyira nagyon belemenni, ugyanis eléggé várható volt, hogy a Dintas nagyon simán fogja lerakni a bombát, illetve elfoglalni állalakót, mint ahogy láthatjuk, meg is történt ez, két játékosunk maradt életbe, két pisztollyal, MSL mondjuk egy, reggelt még összetett ott, Death Fox mit művel már megint? Pisztoly körben is eljátszott már egy hasonlót, akarom mondani a Force Bios körünkben. Igen, ott akkor is a P250-nél. Akkor volt még egy gyors P250, dupla hedie. Most is írjött neki ezt. Hát három fegyvert elvettünk, azért full lekobar, az nem volt rossz. Csak az az igazság, hogy három kör van vissza, és valószínűleg már végig tudják venni a nagy fegyvereket. Tehát sokat nem nagyon számítanak most ezek a fegyver elvételek. Talán ha kettőt hozunk, akkor az utolsó körben nem lenne már full set a Dignitas részéről. De még ez sem biztos. Na minden esetre The Farmer az, aki kitolja Palaszt, és ez most egy nagyon jó döntés volt, ugyanis ideje korán meglett nekünk az entry, illetve Kirby regelése után egyből vissza tudtunk traden, tehát marad az ember előny, közben rámpán bejönnek, de flash-elve vannak a Dignitas-os játékos, és Death Fox pedig egy gyors 3-asra befejezi a kört. Na így kell ezt csinálni. Agresszívan kitoltuk ugye Palaszban is, illetve Death Fox is előre ment egészen Sandwichig, majdnem T-rámpáig, és nagyon hamar meg is nyertük ezt a kört. És így van, ahogy ugye ezt mondtam is az előző kör elején, hogyha ezt a kört is lehozok, akkor utolsó körben nem lesz full set a Dignitas oldalám. Még akkor sem, hogyha esetlegesen most tudnak plantolni.
Mindenképpen kellene ez a kör, mert akkor akár még a 10-5-ös half is meg lehetne. Ugyanazt játsszák be, mint már az elmúlt 3-4 körben mindig. Farmer, illetve Zen össze tudtak hozni két fregát, és Farmernak ott van a következő is. Hát egyelőre nem nagyon tudja Pimp, illetve Nico, hogy mit is kell csinálni, ők össze-vissza dobálják a füstöket, flasheket, a bomba viszont lekerül. És kicsit ki vagyunk szorítva, ugyanis ott érkezett egy füst, ami igaz nem a legjobb a Dignitas részéről, de kicsit kiszorítottak minket, mostanra viszont már csak 1v3-ban Nico. És Deadfox, hát sejtette, hogy merre van, nem tudta őt megölni. Na most már sikerült ez is. 9-5. Deadfoxnál van két flash, átengedte neki. És ő pedig kihozza az AWP-t Deadfoxnak. Na hát így kell ezt csinálni. És mégiscsak lesz full setük, így hogy lett több land. Hát nem, full set az nem. Mert MSL-nek, illetve Kerbinek csak Galil jutott, Aze-nek pedig nem is jutott nagy fegyver, de természetesen ez egy erőteljesebb setup a részükről, mint hogyha nem tudtak volna plantolni. Mindenesetre megint egy gyors kör, folyamatosan ezt játsszák be egyébként a Dignitasosok. 2-2-es trade eddig, de mostanra már csak Kerbin marad egyedül, hát nagyon gyors köröket láttunk. Itt az első fél idő végén, ez az utolsó 3-4 kör, gyakorlatilag mindegyik ilyen 20-30 másodperc alatt lezárult. Túlzásban nem vitték a taktikák gyártását itt a végére már a dán játékosok, illetve a dán csapat. 10-5. Ez egy megkérdőjelezhető eredmény a továbbiakat illetően. Ugye itt ezt el szoktuk mondani szünetben, hogy majd a pisztolykör fog dönteni, meg az iskolakörök arról, hogy mégis ki az, akinek nagyobb esélye van a mob győzelemre. Hát ezt most is elmondhatnám, de ugye ez már magától értetődik. Igazából, hogyha le tudjuk hozni az iskolaköröket, 13-5, onnan már csak mi ronthatjuk el, tehát hármat még kinkeservesen is össze tudunk támadni, még annak ellenére is, hogy annyira nem szeretjük a Mirage T-t. Viszont, hogyha a 3-0-ás kezdés az a Dignitas oldalán lesz, akkor elég nehéz dolgunk lesz. Meglátjuk. Minden esetre én azt mondom, hogy volt ebben több is. Tehát nem feltétlenül érdemelt meg 5 kört a dán csapat. Így alakult. Regelésben mindenképpen sokkal jobbak vagyunk, én úgy gondolom, úgyhogy ez T-ben majd kibontakozhat még jobban. Többen kérdezik egyébként közben, hogy lesz-e ilyen skin sorsás, mint tennap így a pályák között. Igen, most is kaptunk néhány skint a Chigo Boltnak köszönhetően, úgyhogy lesz néhány skinünk, úgymond a meccsek közé, vagy a pályák közé is. Illetve lehet, hogy meccsek közé, mert hogyha kik ezt most megnyeri, akkor ugye még lesznek nekik mérkőzéseik. És egyébként többen mondták, hogy úgy gondolják, hogy a Dignitas volt a legerősebb meghívott csapat, úgymond ide a másik 8 mellé. Tehát, hogyha ezen a meccsen tudunk nyerni, akkor könnyedén lehet, hogy ennél csak könnyebb mérkőzések várnak már ránk, és azért, na, az mondjuk nem egy olyan rossz dolog, hogy már a legerősebb ellenfél leszámoltunk. Bár még messze vagyunk ettől, hogy ezt kijelentsük, ugye? Tehát első fél idő jó volt, de ahogy mondtam, azért a Dignitas inkább CT oldalon játszik jól, és több mint 3000 néző lett egyébként közben már itt a csatornán, úgyhogy szeretnénk megköszönni mindenkinek egyelőre a figyelmet. Nagyon-nagyon sokan gyűltünk itt össze, hogy szurkoljunk a magyaroknak. Erről van itt szó, ugye a kolozsvári Dreamhack kvalifikációt nézitek most egyébként, az első előkvalifikáció úgymond a versenyre. Erről a kvalifikációról, így a mostani ágrazból, hogy a legjobb kettő csapat jut ki automatikusan a stockholmi zárt kvalifikációra, ami szeptember 25-én és 26-án lesz megrendezve, illetve van még egy kvalifikációnk jövő hét hétvégén, ahol már a kiknek van esélye, ugye, hogyha itt most elveszítenek egy meccset, és utána nyernek kettőt, akkor akár még automatikusan meghívott csapatként még a következő kvalifikáción is részt vehetnek. Vagy pedig, ha ugye most a Dinteszen is kikapnak, illetve a következő meccsen is, akkor indulhatnak értelemszerűen nyílt versenyen. Bár az a halál BO1-es kör azért ez nem a legjobb, amikor 8 BO1-et kell játszanod azért, hogy eljuss ugye a top 8-ig, azért az nem a legbiztonságosabb, úgymond. De közben, ahogy látom,
Elkezdődött itt a második félidőn Kiki Sports Dignitas, ahogy mondtam, tehát DreamHack kolozsvári kvalifikációs verseny. Aki itt most nyert a legjobb 8-ba jut a kvalifikációs versenyen, nagyon-nagyon fontos mérkőzés ez most a Kik számára, ahogy mondjuk a Dignitas számára is, de mi azért a magyaroknak szurkolunk. MSL bekezd már megint egy nagyon szép fejlődéssel, majd Easy folytatja az USP-val. Dánok nagyon jól játszanak az alappisztolyokkal, ez a probléma, és már is kettős ember jön számukra, de Zen vissza tudja hozni a kört, sőt, The Farmer is megérkezik. Egyből visszamegyünk egy egál szituációra 3-3 ellen. Pimp, Nico és Kérbály most, akik még éltek, de Pimp egyből meghalt, úgyhogy emberelőnyben, akik nagyon gyors forgatásokat láthatunk ebben a körben. Kérbály az USP-vel próbálkozik leszedni ott Csatiban Zent, ahogy látom. Igen, és a bomba is elkezdett visszafogni B-re, csak Kérbály átment már B-re. Lantom van, úgyhogy ha meglepetésszerűen lecsapott. Zent meg kell bemenni shorton, segíteni. Igen, csak Kérbály nem fognak számítani, nézd meg, elbújik itt a sarokba. Szerintem nem számít rá Zen, igen, Zen meg is halt. Kérbály abszolút jól olvasta ezt a kört most, és akár le is hozhatja most csapatának ezt a kört, mert érkezett közben már Nico is 2v2 szituáció. Muszáj egyet legalább megölnünk, nem szabad, hogy 2v1 legyen, már pedig 2v1 alakul ki, és Nofi most gyakorlatilag egy vert helyzetben, de még lehozhatja simán. Egalizálja már is az ember számot, 1-1 jelen, kinek látson ezt most Nofi, nagyon-nagyon fontos kör, 11-5 lehetne most Nikonak, nem szabad, hogy fejlővést lőjön, megpróbálja burst-el, megy között Nofi, kifogja a fegyvert, de hogy fogy ki? A Glock 18-as sose fogy ki. Nagyon szép játék Nofirtől. Hát nem fogy ki az a 20 töltényes pisztoly. Hiába volt már vörös a HP-ja, végül csak lehozza a kört a Kik játékosa. Hát mondtam volna, hogy kifogy mind a kettő, és késelés fog következni, de nem fogyott ki a Glock 18-as, még maradt benne pont elég töltény, és az így 11-5. Gyakorlatilag nem akarom most, lehet, hogy itt le fogok lőni ilyen, hát úgymond mondok valamit, és majd mindjárt visszajön a Dignitas, de én úgy gondolom, hogy most lemossuk őket gyakorlatilag most a pályáról. Tehát bármit csinálnak szegények egyszerűen, mindig a ő vereségükkel fejeződik be egy kör. Pedig olyan szépen indult, hát nem? 5v3 volt számukra, aztán egy hirtelen a semmiből. Erre tudok mondani, hogy ez nem egy 95-5-ös meccs. Hát ez biztos, az biztos, hogy nem. Egy 65-35 se szerintem már, lehet, hogy már közelebbé. Ha úgy leírták, mondom, tehát ilyen 6-os szorzó volt ilyen valódi pénzes fogadás. Hát, aki megtette $10, az nyerhet 60-at, azért az milyen már. De közben MSL ott van a CZ-ben nagyon közel, már nincsen ott, akarom mondani, a koporsójában van most már. Mi történik? Hát gyakorlatilag hullanak a CT-k. Mint a legyek. Kérbály egyedül életben. Dignitasos játékosok, nincsen még nagyon idejesen lereagálni a dolgokat. Olyan gyorsan hozzuk a köröket, tényleg, amit már első fél idő végén is mondtam, hogy 3 kört, gyakorlatilag 1 perc alatt hoztunk le. Lemészároljuk. Most szétfregeljük a Dignitasosokat. Ugye első fél időben is az lett volna az egyetlen sanszuk még több kör nyerésére, ha tényleg előállnak komplex taktikákkal, de nem, ők csak befutottak, reménykedve abban, hogy majd a fészelések során jobbak lesznek, de hát az nem így történt. Most nagyon önkívületi állapotban játszik a Kik, és remélhetőleg most már ezt a mappot meg is tudjuk nyerni, és ezt a formát át tudjuk vinni majd a második pályára, Cobblestone-ra is. Zen az, aki megindul minden, Nico kipikkelt rá, de lőni nem mert, ez volt a szerencséje Zennek, mert ugye ő meg elkezdett egy helyben ugrálni. Meglett neki az entry, meglátja most Azit is, aki most flash-el van Zennek, ott van a dupla is. És pikpak megnyerjük ezt a kört is, bár ugye most lekóztak a CT-k, de önbizalom növelőnek mindenképpen nagyon jók ezek a körök, hogy halál nélkül le tudjuk őket hozni, ugye az plusz pénzt is jelent, és most is már nem sok választ el minket attól, hogy ez megtörténjen. Kervi most hullik el Zen részéről, Zen által, aki in-game leader létére, szerver első jelenleg 20 reggel, de nincs sok a panaszra, semmelyik Kik játékosnak, én úgy gondolom, hogy tényleg nagyon konzisztensen, egységesen tudunk regálni. Egy A-füstölös kört fogunk megpróbálni az első fegyveres körben 13-5-ös állásnál. Tök jó, most Zen szemszögében nézem a dolgot, és mindenki felállt a füstökre, egyszerre repülnek, mennek a flashek is, és mind az 5 játékosunk rampán fog menni. Nem egy split rush-t látunk, hanem mindenki itt jön. Mondjuk most kaptunk egy nagyon csúnya flash-t, de ez még mindig jó lehet. MSL az, aki entrizni tud, de viszont információnk van róla is, illetve Nikóról is most már. MSL el is hullik, Nico még mindig ott van plantsite-on, doboz mögött áll, és nem is hullik el. És sajnos Nico duplázni is tud, sőt, igen, triplázik, ájjjjjj, azért nagyon kár. A bomba plantolás ugyan meglett, de az, hogy Nico tényleg ott volt végig plantsite-on, nem tudtuk őt megölni, az
az öreg hiba volt, ugye, egy 3K-val eszközölte is ezt a kör gyakorlatilag csapatának. És az első fegyveres kör megvan a dán csapatnak. Még mindig 7 kör a differencia, de nagyon közel kerülhettünk volna a mob győzelemhez, hogyha most nyerni tudtunk volna. Minden esetre, ha jól látom, ugyanezt fogjuk bejátszani. Természetesen a full setet azt még tudjuk venni, sőt még a következőben is tudjuk venni, köszönhetően a sikeres anti-force, illetve anti-echo köröknek, amikor is gyakorlatilag emberveszteség nélkül tudtuk a köröket hozni. Most viszont megint nagyon jó a flash térámpára, megint nem eszel az, aki entrizi, gyakorlatilag ugyanaz történik, mint az előző körben, de most mi vagyunk azok, akik jobban tudnak fregelni, most már ember hátrányból ember előnyt is sikerült kovácsolni. Imp az, aki most ott van Sighton, ugye az előbb Nico volt az, későn tud ugyan fregelni, mert lekerül a bomba, de sikerült visszaforgatni a CT-knek. Nofir, illetve Farmer meg tudják-e oldani ezt a 2v3-at. Nofir marad egyedül, és óriási damage-et osztott ki. Minden játékos 20 HP alatt maradt a CT-k részéről, de sajnos ez megint egy vesztett kör. Ugyan a plant meg lett, de 4v3-ból ezt most illet volna, én úgy gondolom. Na végre egyébként megtaláltad admin, hogy melyik csapat a magyar csapat, mert hirtelen beraktad Nintesz az a magyar zászlót itt a kör közepén, aztán csak átrakta akikhez, úgyhogy most már zászlók is timmelnek. Pillanatra magyar Nintesz-unk volt, azért nem lenne az se annyira rossz, bár most nem nagyon örülnénk neki, mert 13 hét az állás, úgyhogy persze most így a jó, hogy a kik 13 körrel vezet. Ennek most nagyon örülünk. Dead Fox közben majd párbajozik itt egyet Nikóval. Végre most már kezébe vette a dán játékos is az AVP-t. Az előző körnek talán ölteként a hőse, az M4-esse is már ölt az előző előtti körben 3-at, az előzőben pedig, ha jól láttam, 2-t. Tehát nem volt olyan nagyon rossz játékos. Dead Fox eltalálja Nikót, de nem tudja megölni falon át. Által az AVP töltény. A farma pedig most megérkezett patkányból, és elkezdte lőni Ézi átkötőből őt. 3-2-es felosztáson védik egyébként a Nintesz játékosai a két lerakót, tehát szokásos standard, nevezett alap védelkezést választják ők most. Ha most Dead Fox kinéznem ide... Már most Nikó már visszahúzódott egy kicsit. Előbb igen, kilátszott, én is úgy gondoltam, lehet csak az X-nek köszönhetően ilyen tréfás volt. Igen, de... igen, lehet, hogy tényleg csak az X optikai volt. Csalódás volt. De nagyon sokáig várunk, nehogy véletlen az idővel legyen majd bajunk, nehogy véletlen kifussunk az időből, mert egyelőre 40 másodpercünk van már csak, és a bomba nagyon-nagyon messze van. Én úgy látom, hogy egy A-offenzívát szeretnénk ilyen átkötőből ketten, egy rámpa, egy pedig palotából, de hát a bombánk az B-ház, tehát terelni szeretnénk, beszetünk terelni A-ra, és közben a bombát elvinni B-re, de Kérmály nem mozdul el, még mindig ott van Zen a füstben, Kérmály vagy Zen, jaj, de szoros, még mindig ott van az a füst, és most már pont később Kérmály. De ott van a bombánk, ez hihetetlen, de viszont a bombát elbuktuk, 19 másodperc van hátra, és gyakorlatilag el is buktuk a kört. Még hogyha túlélnénk legalább így ketten, de a AVP-s játékosokat is úgy néz ki, meg fogják ölni, nem, Dead Fox talán túléli ezt a kört most. Igen, mert Flash védi őt az egyik oldalról, csak hát a másikról senki nem védi. Jön már közben egyébként lent Kierbáj patkányból, és lecsapja, amint leszedi Dead Foxot, és lecsap Dead Foxot, inkább így akartam ezt most mondani, és Flash pedig 36 HP-val. Túlírja a kör, de kár volt érte. Éppen, hogy a füstbe meglátta ott a késsel. Igen, Zen pont fegyvert váltott, és Kirby is meghallotta Zen. Meghallották egymást. De a dán játékos volt az, aki gondolt egyet, és füstbe elkezdett sprayelni. Sikeresen, mint utóbb kiderült. 13-8. Hát a három iskola kör után most ők tudtak hozni háromat, és valószínűleg ott lesz a negyedik is. Ez egy ilyen félforszos kör. Annyi fegyvert vettünk csak rá, hogy a következő körben full setupot rá tudjuk venni. Tehát gyakorlatilag ez ilyen echo-val felérő force. Ott még egy fegyvercsere. Nofirnek odaadta Zen az AK-t, hiszen neki azért mégiscsak nagyobb esélye van a fregelésre, így hogy van kis kevlárja. Zen ugye egy esetleges fészelés során elkezdene annyira rászkodni, hogy túl sok esélye nem lenne a sprayelésre, majd a megfelelő sprayelésre. Egyébként, ha Ézit itt likvidálnánk Alarakon, akkor még be is tudnánk menni, de Nofir, hát nulla reakció, nem nagyon tudta, hogy honnan jönnek azok a lövések. Híres dán CT oldal, ez régebben is így volt, Nukon is. Egyszer megérezték, úgymond, egyszer berántott őket ugye a gépezet, onnantól kezdve nem volt visszaút sajnos. Reméljük, hogy most valami porszem kerül majd ebbe a bizonyos masinával, ebben a bizonyos szerkezetben, mert 13-9, 5 körös comeback, nem még csak 4 körös comebacknél tart egyelőre a Dintas, de akkor is ez a legnehezebb. Na, ez kellett,
ez nagyon most Nikót ki kell szedni, igen. A legnehezebb, hogy ugye 13 körnél befejezni egy személyekődés. Még nem tartunk 16-nál, és ezért az egyik legnehezebb dolog, hogy kell befejezni a mérkőzés, de talán majd most emberelőnyben tehát akik másfél perc van még hátra a körből. Nagyon szépen át kell ezt most gondolni, nem szabad olyan hibába esni, hogy elsietni ezt a kört. Tényleg ez most, talán a meccset is hozhatja ez a kör most nekünk ugyanis. Mondjuk jó, még pénze van a Dignitasnak, de nem sok, megvan a dupla entrink ezúttal. Nem tud válaszolni, úgyhogy igazából ismét egy fős emberelőnyünk van csak, vagy még mindig, hogyha így fogalmaznánk. Viszont, ajaj, Ézivel lesz szerintem majd bajunk, ugyanis közepet pontosan látja, tehát olyan információ van a Dindas játékosnak, hogy ebből csak egy B támadást lehet, és nézzük már Zárisát, MSL is, illetve jön Ézi is minél előbb, Pim pedig egyedül Bélerakon, a füst viszont pont jókor lett eldobva, 45 másodpercünk van, megint az idővel lesz, én úgy érzem bajunk, mert onnan Bére befutni még legalább egy 15 másodperc, tehát nem lesz időnk. Késsel, át kéne, de nagyon gyorsan. Nem tudjuk mi sem, hogy mit akarunk, össze-vissza futkosunk. 30 másod, hát igen, mert a legrövidebb útvonalat kéne megtalálni, mert tényleg nem lesz időnk. Tehát még ott van ugye Easy, vagy akarom mondani, MSL áll a rakón, és őt még megölni, 25 másodpercünk van már csak, egyre kevesebb az időnk, be kéne rohanni, most megint mit csinálunk? 20 másodperc, végül visszamegyünk Bére, de... Nem is értem. De ott ketten is vannak, és 15 másodpercünk van, Pim már kezd is a fegelés rövidről, az érkezőket meg is öli, ott a bomba a földön már is, nem értettem ezt a kört egyáltalán, de... Zen maradt egyedül életben, 10 másodpercünk még mindig van, Zennek kéne nagyon gyorsan lecsolni még ezt a kört, de nem tudja összehozni. Hát itt gyakorlatilag, hogyha minimappen be kéne rajzolni, hogy mit csináltunk, így gyakorlatilag az egész pályán ezt a narancsága szint láthatnánk. Tehát először ugye elmentünk Bére, majd visszamentünk le átkötőből középre, majd visszamentünk átkötőből néhányan, de közben egyébként a másik vonal pedig röviden ment föl, tehát én gyakorlatilag így össze-vissza rohangáltunk B-ház és Patkány és közép között. Megmondom őszintén, hogy kommentátor létemre, ugye nekem az lenne a dolgom, hogy itt az eseményeket lekommentáljam, de ez nem tudok hozzászólni, tehát mi volt ez a kör? Tehát én csak így fogtam a fejemet. Gyakorlatilag egy összezavaró támadást akartak kik alkalmazni, közben egyébként MSL-t kéne összezavarni minél előbb, hogy ne tudjon innen fegelni többet, de hát sajnos így is lesz két embert. Annyira összezavaródtak a CT-k, hogy megölték egymást. De Farmer közben még mindig aprít. A Tech-9-esek ereje úgy néz ki, csak mi történik? Meg lehet a kör, Kirby egyedül van, ezt meg kell csinálni. Összezavarodtak a CD-k, ahogy mondtam, tehát Kirby egyedül maradt életbe, egymással lőttek meg össze-vissza, és nem tudtak egyszerűen embert ölni. Tudjuk, hol van Kirby. Tudjuk, csak most ő is tudja, hogy hol vagyunk. És meg is van. Gyönyörű kör volt ez most a kiktől. Mi történik? Berohantunk. Mondd már el nekem, légy szíves. Nem tudom, de egyre nagyon jól teljesítünk, azt kell mondjam. Mi történik? Tehát az előbbi kör, az még mindig itt a fejemben motoszkált, és közben meg lehozunk egy Tech 9 kevós kört. De 2v4-ből ráadásul. Egymásra lőttek a CT-t, mondom. Is volt meg minden, tehát így azt a mindenit. Na de, hú, közben flash-t eltalálták. Még meg is alig. Ez a probléma, hogy Zen is meghalt. Hogy ezt most túl jól abszolválunk ezt a kört most itt. Talán majd... Igen, ezt nem tartottuk le mindent rendesen. Tehát fogsz egyébként nálad is laggol? Tehát ha rávált, az így laggol a kamera, amit olyan szaggatva fut. Igen, de másnál pedig igen. Nem. Többi pedig folyamatos. Igen, egyébként Dead Foxnál van valami. Miért pont ugye az AVP-s játékos, pedig pont jó nézni. De nézd meg megint, milyen jól vassak kötött Intest, tehát mindenkiben van áll a rakókör. Tudnák, hogy ára jönnek. Tehát ugye középkontrolljuk meg, most például átfutnak, lehet csak ideig gondolták, hogy ebbe egy átámadás is. Most viszont hallják már az AVP-nek a hangját, ahogy itt zoomolgat Dead Fox, és le is lett infózva, hogy ott az AVP-s. De Farmer is ellépte magát, most a trappolnak is, Nikót ki nagyon gyorsan kiszedni, mert onnan az AVP-ben nagyon veszélyes, onnan bentről a sarokból. Nem mehetne most már a bomba is, minél előbb de Farmer viszont nem tud plantani, rossz a füst, és végül nem lesz meg a bomba plant. Nofi-nek kéne 9 HP-val, gyakorlatilag esélytelen helyzet, vagy reménytelen helyzet, és végül hal ő is. 14-11, őr ismételtem, nem Echo, ráforszolunk, mert miért ne? Forszolnánk rá, megint Tech 9-esek, nem mond, Galil is flash, dob egy Galilt, vesz egy AK-t magának. Van AVP is, milyen Echo-kör, miről beszélek én gyakorlatilag. Egy embernek van pisztolya, Nofi-nek semmije sincs. Most vásárolt egy P250, illetve egy kiske volt hozzá. Hát valahogyan csak megvásároltuk ezt, de lehet, hogy nem kellett volna. Nézi meg, nagyon közel jön, nézi megint, Dead Fox, nehogy véletlen itt meghalljon be, lett vakítva Dead Fox, de még nézem, milyen ügyesen visszavonul. Ez pont kellett most. Zen, illetve Flash, pedig Béla rakó irányába már nyitna. Egy hack, de rossz ez a hack, de jó a Dintas oldalról, csak a kicknek már nagyon rossz. Két játékosokat is lefelezett az a bizonyos nagy robbanó erő gránát. Kirbynak a feje pedig ott van. Zen nem látja? Van a feje Kirbynak. De mintha nem látná, most vakítja be Zent a CT csapat. Jön még egy füst is. Végül meg is hal Zen, nem értettem, hogy mit csinált ott a fejét, pedig lehetett látni a játékosnak.
megint ember hátrányom a szituáció így a kick számára. Ismételten 50 másodpercünk van, megint eljátszunk itt az idővel. Bombán megint sehol, nézd megint Zek, tehát a bombán megint ott van hátul tékezdőn, tehát nem tudom, hogy mi van most itt a kickkel. Igen, ezt nagyon elhagytuk most ott. Gyakorlatilag ugyanaz a kör, mint az előbb, tehát megint 35 másodpercünk van, és mindig nem tudjuk, hogy hova megyünk. Tehát megint B-ház megy éppen a bombánk, majd le fog jönni patkányba, gondolom. Igen, a füst miatt végképp le fog jönni. És vége a körnek. Igen. És vége, hú, megint nem tudom, most miért megy be a füstbe, de farmer, tehát látja, hogy füst van, 20 másodperce van, közben többiek pedig már unentriznek, nem tudom, miért van mindig a bombánk B-házban. Na most ez várjál, mert most ez jó lehet, mindegyik CT elment. Talán most, igen, lerakja még a bombát, de közben egy 2v4 szituáció, a bomba lekerül, de hiába, mert ez egy 1v4, de farmer, de lássuk. Hiszik, hogy a. Szemmondatok, hogy bementek ára. Na jó. De mindenki bement ára. Na, igaz, nézzük. Hogy 1v4, de ez még jó is 1v3 lehet. Most már csak, na azért kicsit redukáljuk itt a négy számot. És sietnél kéne, de farmernek egy jó pozícióba kéne menni, mert jönnek már boltból ketten is. MSL ott van, MSL majdnem meghalt, pimp végül, nem hal már meg. Igen, jó ez volt, egy rossz pozi volt. Végül most jó volt, de ez majdnem egyébként megint, tehát nagyon kevesen múlott az, hogy a CT tényleg elfussanak B-ről. Hát gyorsan rotálnak egyébként át, ugye, mert hát sietniük kell mindenképpen, és közben már 4000-es nézőszámot is átléptük, úgyhogy egyre többen szurkolunk itt a magyaroknak, köszönjük szépen ezúttal is, a csapat nevében is. Reméljük, hogy sikerül azért ezt a pályát megnyerni, azért már nem tudom mióta 14 körünk van, mint ilyen 13, sőt, hát gyakorlatilag lassan 10 köre már. Gyakorlatilag itt tartunk, hogy 13 körünk, 14 körünk van, és mint az egyfolytában jön fel, már megint elkezdték a comeback-et. Echo kör már megint nálunk, közben Tech 9-esek és P250-ek sokasága jelent meg a Kiki Sports csapatánál. Tulajdon pedig értem szem full set, tehát azért nem a legkönnyebb ellenfél. A gránát mellém egy Dekár visszapattant a falról, így Ézi nem halt meg, és Ézi lő onnan moziból. A Tech 9-esre, de Farmer rohanna előre, de Nico ott van, és közben pedig már Kimpre rohanunk rá, aki szintén tud duplázni. Akarom mondani, most lesz még csak neki a duplája meg, ha Zen meg tudja ölni. És persze, hogy meg tudja ölni itt a végén, és bizonytalanság azért ott volt, de a Raptor kéz végül meg volt. 14-13. Ajaj, nehogy 14-16 legyen, ugye én pont ezt mondtam, hogy akár 16-4 is lehet, 16-14 is lehet egy pálya. Ezért nem kéne, hogy Nikász visszajöjjön itt még. 5 AK-nk van, legalább egy overtime-ot harcoljunk már ki, hogyha idáig elszenvedtünk, úgymond, mert tényleg most ez a második fél eléggé szenvedős. Mármint 4 támadási körből sikerült ugye kihozni a győztes kör, vagy egy győzelmet, de azért többből is, csak inkább mi hibáztunk sokat így a körökkel, de megint bemegyünk ára, és megint Pimp szendvicsbe tud fregelni elsőként, majd Pimp folytatja a fregelést, megint egy gyakorlatilag egy mészárszék alakult ki áll a rakon, hát ez hihetetlen. 14-14. Gyakorlatilag 15 másodpercet adott ez a kör is. Na most megint a meglepetés erejével akartunk itt élni, és füstön keresztül törtünk be Erkére, a palotából, ami hát nem bizonyult a legjobb döntésnek. Ráforszolunk, annyit költöttünk, igen, annyit költöttünk, hogy következő körül legyen egy full settünk, tehát azért nem mindent elköltöttünk, hanem maradt azért valamennyi, tehát azért ez jó lehet még. Ha ezt a kört tegyük fel, most megnyernénk, azért az mindenképpen egy boostot adna a csapatnak. Azt hiszem észreként kicsit leeresztettünk itt most a idő végére, meccs végére, vagy a pálya végére elnézést. Nem egy BO1-es meccsről van értem, szóval nem BO3, úgyhogy ne menjen senki ezt a napány után el, még van egy Cabelsnunk legalább. Reméljük, hogy több is, hogyha ezt a kört meg tudnánk nyerni, de hát sehogy se sikerül freget szerezni. Na végre kettő freget terroristáknál, 2-3 ellen Zen, még ha megölni ott most Nikót, de még így is jó lehet, hogy nem halt meg még Nikó. The Farmer megkerülik egymást Ézivel, The Farmer gyönyörű megmozdulás, 2-2 ellen. Ez most nagyon szép lehet itt ez a kör. A bombánk az a baj, el lehet hagyva, és MSL pedig rátart Farmer, úgyhogy Zennek kéne, Zennel meg Nikó tart rá. Nem tudunk egyszerűen kimenni a pozícióba, és nincsen már gránátunk se. Így baj. Ez így nagyon nagy baj. Zennek nem szabad kimennie, mert tudja, hogy AWP-vel nézik őt, ugye? Igen, Nikó egy AWP-vel néz gyakorlatilag Zent. Ellélő, valahogyan szedtünk egy vakító gránátot, nem tudom, hogy honnan, a földön volt valahol. Ez így viszont jó, megvan a bombánk is lehetséges. Igen, felszette a bombát Zen, lehet menni plantolni. The Farmer nagyon közel van ablakhoz, nagyon jó pozícióban vagyunk most. Nem megy le a bomba, csak csörgetünk egyet. Kéne Zennek plantolni a 20 másodperc, nem kell kinézni Nikóra, nem szabad kinézni Nikóra. Kinézni Nikóra, bemegyünk a sarokba. Közben meghal MSL, lesz hihetetlen 2v1 szituáció, Nikót meg kell ölni, nem tudjuk megölni Nikót. A bomba lement, és Zennek most eltrappolta magát, de Zennek meg kell ölni, Nikót meg is öli Nikót. 15-14. Micsoda kört hoz le a Kisport csapata. Hú, de sorsdöntő kör volt ez most itt. Azt a mindenit. Én vért izzadtam komolyan már majdnem.
Hát ez nagyon durván az idegek harca volt, én már csak hallgatni tudtalak téged, ahogy itt meséled nekünk az eseményeket, meg a történéseket. Ez nagyon ennek a körnek meg volt. Kell most lennie. Nem lehet elengedni ezt hosszabbításra, ki tudja mire képes a Dán csapat. Nem, 13-5-ről nem szabad. Nem szabad, hogy felé legyenek itt most gyakorlatilag. Mindenki bére megy, nagyon jó támadást kezdeményezhetünk most ugye. Ó, már is 46 HP-n a lehető legjobb játékos, őt egyből lesebeznünk. Gyakorlatilag az AVP-st már 7 AK-t töltény is elviszi, hogyha nem fejlővésről beszélünk. Pedig középről próbál most valamit egyelőre látom összehozni. AZ-ek pedig már értelemszerűen várják az átámadást, és szerencsére ebből nem átámadás lesz. A Connectonite most éppen ugye átkötőni van, most ott valaki Zenaz az AK-val. Sorozzák mind a ketten. Nézi kicsit jobb pozíció, hogy magaslati helyével fog most itt élni. Ahogy láthatjuk a füst fölött, látja pont, majd... Talán Zen, most meglátta Zen, az a baj, és igen, Ézi kezdi a fregelést. Majd látom, viszont The Farmer megérkezik, The Farmer egyet öl. És így kiegyenlítődik a szituáció, 4-4 ellen. MSL majd fel fog ugrani a dobozra, The Farmernek látnia kéne majd MSL-t ott a sarokban. Éppen lehet, hogy... Moziba fog már. Hú, hogy megkerülnénk itt CT kezdődő, Farmer megint a kerülést alkalmazná. Tökéletes időzítés lehetne ez most tőle. A bomba közbeként lemehetne majd. Érkezik Nico innen a boltból. De Farmer meg fogja ölni Nico. Gyönyörű pozíció. Emberölönyben a Kikisports. Zed Fox is ol 1-2 a 4 ellen. Közbeként 2-3 ellen. Egyet öltek itt még. Dignitas játékosai, de már csak Pimp egyedül 1v2 szituációban próbálkozik még valamit alkotni egyedül a Dán játékos. 30 HP-n flash, 100-on pedig no fear. Gyakorlatilag vert helyzetben most itt Pimp, és meg is van az első pálya. A Kick eSport csapata 16-14-re végletekig elmegy a kör, akarom mondani a pálya, de végül megvan az első pálya győzelem. Most az ellenfél pályáján sikerül nyernünk.